Na srácok, szevasztok, üdvözöllek titeket újra a Resident Evil vagy Resident Evil végigjátszásunkban. Ezúttal az intróban szereplő úriemberrel fogunk játszani, végigvinni a játékot. És ha jól számolom, akkor ez már a hetedik videó, de lehet, hogy másképp fogom számozni, mégpedig Krisz 1, Krisz 2, ugyanúgy, mint ahogy Jillnél elszámoltunk 6-ig. Lehet, hogy itt egy kicsit többig fogunk elszámolni, vagy hosszabb videók lesznek, szóval igen, popcornt és bizonyos esetekre nyugtatót tessék bekészíteni, mert össze-vissza fogok rohangálni ebben a kampányban, ugyanis Krisznek az inventória egyrészt 8 helyett 6 férőhelyes. Másrészt pedig, hogyha nem az inventory-t nézzük, akkor itt visszajön az az aspektusa a játéknak, amit Jill kampányából a könnyítés véget még pluszba kivettek. Bár lehet, hogy ez az én tudatlanságom és valamelyik PC-s verzióban is így volt, nem volt ugye Jillnél írógépszalag. Krisznél viszont ezt visszahozzák, szóval extrém nehezítések vannak. Meg még a plusz dolgok, például bazooka nincs egyáltalán, stb. Na, nem lövök le minden poént, hanem New Game. És vágjunk bele, mert így is már egy percet dumáltam. És akkor, ha végre megkapom, akkor ugye Chris vagy Jillt már végig toltuk. Úgyhogy jöhet Chris Redfield. Ővele fogunk most játszani, és az intro idejére azt hiszem lenémítom magam, hogy semmit ne halljatok belőlem, hogyha iszom a kávémat, vagy bármit csinálok. Alpha team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of our mission. Chris, you haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey!
three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No! What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. No, és akkor vágjunk is bele. Van egy-két változás, mint mondtam, ami miatt igazából rengeteget fogok rohangálni föl le a menzsönben, és ne haragudjatok, de itt annyira brutálisan nem fogok spórolni a lőszerekkel, ugyanis nagyon nagy veszélybe sodorhatom magam azzal, hogyha spórolok, mint a hülye gyerek. Ahol nagyon muszáj, vagy ahol úgy érzem, hogy muszáj, ott biztos, hogy lőni fogok. És így ugye kevesebb lesz a töltényem a Berettába. Ami viszont változó, ugye, mint mondtam a bevezetőnél, hogy nincs bazúka, így valószínű, hogy másképp kell bánjak majd a sörétes töltényekkel, főleg a későbbi események miatt. Ugyanis nem lesz... Hát... Wesker? Jill? Mondjuk úgy, hogy kelleni fog a hunterekre a töltény. What happened to Jill and Wesker? Érdekesen halk egyébként néha Duma, legalábbis az én fülesemmel, bár ez lehet azért, mert lehalkítottam, hogy ne üvöltsön a fülembe. Azt mondja, hogy Jill fegyvere egy Beretta, vagyis Beretva. Jó, ez már a poén része a dolognak, és most azt fogom csinálni, hogy ezt kézbe veszem. És mivel még nincsen töltényem, így... Miket beszélek, dehogy nincs. Kezdjünk bele úgy, hogy az egyik fickót azt itt nem messze levadászom Berettával, aztán utána egy kicsit megpróbálunk spórolni. Mert tényleg kevés lesz a... töltényünk. Így, szóval ide bejövünk, a fickó valahol ott lent ácsingózik. Mondanám én, de hogy már mozgásban van. Na, neked igazából ennyi elég volt, és próbáljunk meg valamit. Ó, ez nem volt jó. Na, ezért nem szoktam nagyon késelni a játékban. Maradjunk a Berettánál, már sárgában vagyok. Egyébként... Na most mi történt? Próbáljuk csak ki. Meghalt, jó. Oké. Egyébként, mint azt tudjátok, ez sajnos a védjegyem, hogy megharaptatom egyszer-kétszer magam, ezért is félek ettől a végigjátszástól, és ez az egyik oka, amiért tartok tőle, hogy ez nem úgy fog elsülni, ahogy én szeretném. És mielőtt tovább megyünk, gyorsan legyen teljes kapacitáson a tár. Na
aztán pedig menjünk. Igazából, mint mondtam... Várjatok? Ha már visszajött ugye a... az írógép szalag, hadd nézzek már körül. Nem... Itt sincs... Most vagy ebben a verzióban tesznek le ide egy írógép szalagot? Nem. De ezek szerint a remasterben van, vagyis a 2001-es verzió remasterjében. Ezt egyébként a tesztjátékban elfelejtettem megnézni, úgyhogy most mindenképpen jól jött. És... hülyeség erre jönnöm. Erre jöhetek később is, még ha a térképről van szó, akkor is. Sebződni valószínűleg most fogok, de... ha mázlim van, akkor túlélem. Nagyon benehezít különben a másik megoldáshoz képest ez a kampány, mert rengeteg mindenre kell odafigyelni. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha össze-vissza rohangálok. 2, 3, 4 és ha ügyes vagyok, és nem vagyok ügyes, Chris. Na jó. Akkor ez most egy kör lesz. De fogalmam sincs, hogy merre. Ugye itt szembe... Aha! Remek, jól mozogtok. Oké. Csináljátok továbbra is így. Ezzel nem tudom megszokni ezt a késelős témát. Jobban megy, mint az előző körben, ahogy megoldottam, de még mindig... marha idegesítő, főleg itt a játék elején, hogy ennyit kell spórolni. Valahol egyébként érthető, mert túlélő horrorról van szó. Na most. Wow. Ess össze. Oké, remélhetőleg ő meghalt. A másik fickó viszont... aha, nem halt meg. De utálom ezt a játékban, gyerekek. És az automata célzás nem feltétlen azt fogja becélozni, akit kell, szóval... szivatós egy rész. Jó, csináljuk azt, hogy ezt itt meglököm, amennyire lehet. Így. És megint átvágom őket, elcsalom erre az oldalra. És amint meglátom, hogy elérik a sarkot mind a ketten. Értek már, bibuskáim? Ez az, türelemjáték az egész. Jó, vissza. Nagyon gyorsan. Most bezzeg be tud akadni. Ez idióta. Oké, akkor pedig... hallj már meg! Másik még életben van. Nem hiszem el! Oké, az meghalt. Akkor most ezzel a fickóval kell valahogy eljátszanom ugyanazt, mint a másikkal. Vagy pedig most kihagyom a sorból. Ezt itt lelököm. Úgy, és hol vagy? Aha, pont az ajtónál mocorogsz. Ennyit pazaroltam. Szerencsémre van nálam még egy spray, amúgy, mint azt láttátok. Ezt is el kéne idáig valahogy csalnom. Gyere, gyere! Gyere, 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 gyere! Türelemjáték az egész. De nagyon nem kell már mozognom, úgyse, szóval futás. Nem pazarlok rá több töltényt. Türelemjáték az egész. Ennyit még kibírunk. Mondjuk meg fogom nézni, amint beértem ide az ajtó mögé. Mennyit sebződtem. Whoa! What is it? What? Oh!
that? You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Akkor most pedig gyorsan megnézem itt a dolgokat. Hát Krisz még sárgában van, de azért ezt magamnál tartom, nem pakolom ki. Ezt a két klippet viszont magamhoz veszem és összekombinálom. Már az elején. Ez az előző körben röhögni fogtok, de 53 helyett 70 töltényre jött ki, viszont most már így az elején nem keveset lődöztem, és itt van egy mansion key, ami nekem most kell. Ami azt illeti, ha jól emlékszem, itt leraktak a fejlesztők az eredeti verzióban a PSX-en egy írógép szalagot, illetve hármat, mert három van egy csomagban. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Én nem bánom, ha velem jössz. Ugyanis. Let's do it. Yes, sir. I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Ugyanis, ahhoz, hogy a legjobb befejezést megkapjuk, Rebekának velünk kell jönni. Na, most viszont én. Ó, futás. Egyrészt ezeket lefutom. Másrészt pedig itt most egy jobb kanyart fogok venni, mert még nincs nálam az az eszköz, amivel a növényünket el tudom pusztítani. Hú, de közel volt a fickó. Azt hiszem itt is egyébként kelleni fog használni a berettát. Nem, ez a korábban meglátogatott zóna. Kenetet átnéztem én? Valószínűleg nem. Vagy igen? Nagyon úgy néz ki, hogy igen, mert nem akar felvenni innen semmit sem, Krisz. De mégsem akkor szívás van. Na, haladjunk a sztorival. Ugye ide kell egyszer a mansion ki, mert nálunk nincsen lockpick, mint Jillnél volt. Viszont... annak ellenére, hogy mindjárt megtaláljuk az eszközt, ami ennek a működtetéséhez kell, annak ellenére nem fogunk tudni zongorázni, ugyanis Krisz ebben teljesen analfabéta. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? What is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while?
Igen, bár eléggé kérdőjeles, hogy itt a szörnyekkel teli házban csak úgy gyakorolhass, mikor bármikor rájöhetnek a zombik, hogy hogy kell kinyitni az ajtót. Ugye ez később kiderül, hogy megtörténhet, de ennek ellenére hagyjuk, mert szükség lesz a tudására. See? Just relax and play. All right. Hadd gyakoroljon. Mi pedig haladjunk tovább a történettel, ugyanis mivel nálunk van a Mansion Key, így szembe kell mennünk a másik oldalára ennek a csodálatos halnak, ahonnan indultunk. Annyit elárulok egyébként, hogy rengeteg mindent el fogok első körben hagyni, amire szükségünk lesz később, de lehet, hogy megejtem majd azt, hogy videón kívül szépen össze is szedem azokat, amik most nem lesznek összeszedve. Na srácok, és itt lehet majd szurkolni, mielőtt tovább megyünk, gyorsan összeszedek holmikat. Oké, nem látok túl sokat egyébként. Az egyetlen negatívuma ennek a fajta megoldásnak a kameraszögeknek a kezelése. Amúgy az egész nagyon jól van kidolgozva más szemszögből nézve. Oké, ezt itt gyorsan elintézzük. Őt viszont nagyon gyorsan leberettálom. Hát ez hihetetlen. Többet kibírt, mint kellett volna neki. De még mindig fájban vagyok, csak a lőszereim bánták. Na mindegy, ez nem olyan nagy probléma. És íme az első szalagjaink. Nem sokára egyébként lepakolom ezeket is egy zónába. Viszont az a helyzet, hogy én lehet, hogy visszamegyek lassacskán menteni a főterembe. Ennyire béna azért nem vagyok, hogy már most kell legyen mentenem egyet. Szóval fussunk át itt méghozzá nagyon gyorsan. Igen, ide is még majd vissza fogok térni lőszerpótlékért. Az pedig ott most elmarad. Én egyelőre... Igen. Itt még nem szabad bemennünk, mert Barry most jelenleg ugye kint ragadt, így belehalhatunk, hogyha itt próbálkozunk bármivel is ez mögött, az ajtó mögött. Remek. Itt mindenképpen meg kell tisztogatni a terepet. Ha jól láttam, akkor most ő elvérzett. Jó. Hát, mint mondtam, nem kis mennyiségben használom a töltényeket. Meghalt! Én meg itt lövöldözök. Hadd nézzem csak. Igen, meghalt. Kinyitottam, és ez vezet, ha jól emlékszem, a mentési zónánkhoz, de előbb körbe akarok nézni. Azt hiszem, hogy itt van egy puzzle, amit később fogunk csak megoldani. Errefelé pedig, mint mondtam, a mentési zóna van. Ahol és mindenképpen, hogy ezt a marhát, ezt levadászom, és ne haragudjatok, de azt kell, hogy mondjam, hogy én tojni fogok a késelésre. Jó futás. Meghalt. A 23 töltény az édes kevés. Fel még nem akarok menni, pontosan azért, mert most menteni fogok. Ugye ez kell nekem. Ez pedig ide ki lesz pakolva. Kést azt már nem fogok használni, viszont az életerő töltőt azt mindenképpen fogom használni.
És engedjetek meg egy vágást itt, srácok, mert gondba leszek. Na, és akkor szerintem folytassuk is. Hol voltunk legutóbb? Aha. Készültem éppen, ha jól sejtem, egyrészt itt menteni egyet. Mielőtt még bármit elbénáskodom. Aztán pedig készültem a növényünkhöz. Ezt most nem bántom, hanem fogom, és az inkribomból, háromból egyet ellövök. Később egyébként lesz még belőlük, de mintha úgy venném amúgy észre, hogy kevesebb is van, mint a régi verziókban, ahogy volt. Szóval erre is egy kicsit oda kell ügyelni. Egyébként, hogyha jól játszotok vele, akkor a játék végére akár 20 fölötti mennyiség is kijöhet ezekből. Szóval nem egy nagy kunst, viszont szivatós tud lenni. Annak ellenére amúgy, hogy szeretem ezt az aspektusát a játéknak, hogy így van benne ez. Legalábbis, hogy meghagyták, értelmezzük így. Na most viszont én ezt felszedhettem volna. És bedobni szépen a ládába, ha már így minimálisat sebződtem csak. Ezeket ugyanis gyűjtögetni kell. Most ráérünk bedobni. A többit viszont majd a későbbiek folyamán összegyűjtöm. Arra az eshetőségre, hogy megsebződünk, vagy bármi. Lehet, hogy ez miatt egy plusz mentés majd el fog menni. De majd meglátjuk, hogy ha olyan pozícióba jutunk, akkor két videó közt én megejtem azt, hogy elugrok ezekért. Egyébként itt a végén el lehet. Aha, el lehet menni erre, viszont itt semmi nincs, és arra még nem érdemes mennünk, mert ott kutyuska vár minket. Hanem inkább jobban javaslom azt, hogy menjünk vissza most. Lehet, hogy a kutyákon keresztül fogunk rohanni, ezért is jobb, hogy mentettem egyet. Szia! Oké, harapdálj csak! A jó! Ennyit nem szabad! Fúj! Csúnya kutya! Na most már viszont tényleg meg kell néznem, hogy mit sikerült. Szeretnék fine-ban maradni, mire visszaérek az előző helyre. Még jó, hogy semmi negatív értékelés nincs azért, mert ezeket használjuk. Annyira nem szeretnék még ellődözni mindenféle töltényt az eszköztáramból, szóval... Lehet egyébként, hogy most el fogok fogyni berett a töltényből. Abszolút nem játszom ügyesen. Igen, jó irányba jövök. Hallom is Rebekát, ahogy zongorázik a háttérben. Lehet, hogy ti annyira most nem halljátok. Azt a fickót ott meg kéne zavarni, mert arra hamarosan sétálunk. Bár hagyjuk, egyelőre a másikkal foglalkozzunk. Másik kettővel, bocsi. Ezt figyeljétek. Most ide bejövök, csak azért, hogy reszeteljem őket. Mert ezek megindultak. És gyorsan csekkoljuk a lőszer mennyiséget. 2, 3, 4. 1, 2, 1. Jó. Oké, az halott, de attól függetlenül menjünk még egy kör, mert ha nem, akkor ez megharap. És gyorsan tankolok egyet. Szinte megzabáltam a lőszert, amit összeszedtem eddig. Lehet, hogy hosszú távon nem lesz ez így jó. Gyere. Gyere, gyere. Jó, azt hiszem ez meg is murdelt. Remek. Egyetlen egy fickó van még, és az a másik oldalon. De ahhoz, hogy azt legyőzzem, inkább először
elintézem a fontosabb dolgokat. Meg pedig ezt itt. Ugye ezt már korábban a növényt elintéztük. Csak Krisznek egy kicsit hosszadalmasabb a kampánya, az miatt, az apróság miatt, hogy nincs nálunk az a kis zárfeltörő kézi készülék, ami Jillnek ugye ott volt. És ad nézem, mennyi helyen van. Ami azt illeti, két növény mindenképp elfér nálam. Harmadik viszont nem, mert nem sokára elkezdjük gyűjteni a többi töltényt. Pirosat felveszünk. Így, amit szeretnék kombinálni egy zölddel. Ez az egyik. Ezekkel is azt hiszem spórolni kell. Egy teljes kész. Lehet egyébként, hogy inkább azt csinálom, hogy gyorsan ezeket... Van még itt egyáltalán piros? Itt a szélén, mintha ez az lenne. Aha. Monitor miatt egy kicsit másképp látom. Kombináljuk, és most kell majd visszamenni arra a folyosóra, ahol legutóbb voltunk. Sárga kulcs, ez még nálam marad, vagyis arany. Ezt pedig itt hagyom, ezt az egy szál növényt. Ha kell, akkor későbbiekben majd visszajövök érte. Na. Ami azt illeti, most ügyesen megpróbálom lefutni ezt a két csákót, aki itt van. Ugye egyrészt fal mentén kell közlekedni. Itt pedig megint a másik fal mentén, és itt vagyunk az ajtónál. Ezt... Nehéz elbénázni, de nekem mégis sikerül néha. Oké, a gyógyító eszközöket, mivel jó állapotban vagyok, kipakolom, és így lesz helyem a következő dolgok felvételére. Ami a Beretta lőszer, illetve a shotgun lőszer lesz most. Igen, lepuskázom, de hát... Az a helyzet, hogyha néztétek a Jill végigjátszást, akkor... Tudjátok, hogy nagyjából mikor következik. Egy-két aprócska változással szinte minden ugyanaz, mint Jill kampányában. Ide pedig azért kell bejönnünk, elárulom, mert itt van egy rossz soti. Ezt el kell vigyük magunkkal. És van egy kevés Beretta lőszer, hogy most már végre a másik fickót is, aki útban van, el tudjam intézni. És hogyha ő el van intézve, nincsen kis kulcsom. Ez miatt is vissza kell jönnöm. De nem baj, akkor ezt a kört még majd megejtjük, és itt fogom elmenteni a játékot, ha összeszedtem mindent, amit kell. Szevasz, haver! Oké, a sörétes nélkül egyébként a következő apsinak, aki itt bent leledzik, nem érdemes nekiállni, szóval inkább fussatok néhány kört, mielőtt belevágtok a komolyabb részekbe. Nagyon elgondolkodtató, hogy mikor mit kell csinálni, ezért is vagyok úgy vele, hogy valószínűleg ez egy nagy szívás lesz végig számomra. Kutyákat is ugye ott keringőzni kell velük, a fenti ajtót még ki sem nyitottam, oda még nem érdemes bemenni, akkor se, hogyha ott van rengeteg jó cucc. Ha csak nem, annyira jó, hogy... használjátok a kulcsot, amit... Hello! Mit csinálsz, Krisz? Ne told az ajtónak a lépcsőt. Szóval... Most el is felejtettem hirtelen, hogy mit akartam mondani. Ezt utálom benned, kutya. Itt akárhányszor el kell jönni, úgyhogy ezek még itt vannak. Biztos, hogy egy harapást benyelek tőlük.
És hogy állunk helyjel? Kevés van, szóval hanyagoljuk. És legalább már fogok tudni spórolni töltényjel. Ugye, mint mondtam, Barry-t nem igazán van jelen ebben a kampányban, szóval örüljetek neki, hogy magunkkal hoztuk ezt a fajta sotit. Mert ha ez így kimegyünk, hogy ezt így hagyjuk üresen, akkor game over kezdhetjük egy korábbi mentéstől a játékot. Viszont ugye törött shotgunnak a súlya az megoldja nekünk ezt a problémát. És itt én próbáltam kutakodni, hogy hát ha van eldugva nem töltény, hanem írógép szalag, de igazából semmi, ami annyit jelent, hogy nekem másik irányba kell ez miatt elsétálnom. Egyébként én már tudom, hogy hol lehet a következő mennyiséget írógép szalagból fellelni. Viszont arra felé azt hiszem még nem megyünk. Másrészt ezt most bekészítem, és elfelejtettem, hogy hol van a másik kis kulcs. Így ide bemegyünk. Nem felejtettem el. Konkrétan ott van egy Beretta lőszer, és lehet, hogy pont arra felé vesszük most az irányt majd. Ezt viszont ugye Jillnél nem kellett bántani. Itt viszont valamiért töltve van vízzel, amit le kell engednünk. És ennek az az előnye, hogy ezt leengedjük, hogy itt most lesz benne cucc, ami nekünk kell. Ott van, látjátok, egy mini kulcs. Ezt én el is fogom egyből használni ott, ahol legutóbb nem tudtam kiszedni a sörétes lőszert. A másik ilyen kis kulcs, ezt tudom igazából, hogy hol van, de oda most nem megyek ki. Felesleges egyelőre. Meg azt hiszem nem is fogok tudni oda kimenni. Ó, nem. Valahogy el kell érnem azt, hogy a fentebbi rész ki legyen nyitva számomra. És akkor a kutyákat simán el tudom addig kerülni, amíg nincs elég töltényem. Várjatok csak. Hát én gyagyaságot csinálok. Megint. Megint gyagyaságot csinálok. Az a helyzet, hogy itt ennek a folyosónak a végén van ugye az a fémajtó, ami segít a... segít a kulcsnak az elhasználásában. Kérlek. Miért automatikusan nekirohanok ennek az ajtónak? Oké, remélem fájdalomcsillapítót már vettetek be. Így. Ezt csak azért csinálom egyébként, hogy több hely legyen az eszköztárban, mert rohadtul kell arra gyúrni, hogy legyen szabad helyetek. Itt esetleg fickó volt, nem, de azt hiszem, ez egy zárt ajtó most még. Még hozzá sisakjelzéssel rajta. Menni fog különben ez az a helyzet, csak lassabban. Viszont előnyben vagyok annyiból, hogy van nagyon durva fegyverem. Azt hiszem, most lesz nem sokára üres hely az eszköztáramban. Pam! Egynek annyi. Igen, még mindig használni tudom, és ez annyit jelent, hogy ide hiába jövök. Hó, ez random ezek szerint. Na most elárulok valamit. A legutóbbi játékomban itt velem szemben állt egy zombi, akit ki kellett nyírnom. Viszont ez most elmaradt. Egyébként akár mondhatom azt is, hogy hála az égnek. Egyel kevesebb szívás. Oh, hello. Na, Chris. Így. Meglátom, hogy jön felém, ez az. Lepuffantom a fejét, azt ennyi. Itt érdemes megtisztítani mindenképpen a terepet. Mert ide
jövünk később is, és itt azt hiszem, aha, ott az egyik, gyere! Egy, és a folyosó végén, mintha lett volna még, túloldalt ezek szerint. Még nem jártam, úgyhogy érdemes. Vagy várjunk csak, dehogy nem. Erre nem kell menni még. Bocsi srácok, próbálom kiismerni magam ezen folyosóknál, oké. Okay. Ó, szia! Közelebb jövök hozzád. Kettőt elpazaroltam megint. Igen, ide is használtam a Mansion kulcsot, és ez pedig kivezet a fő folyosóra, vagyis a halba. Ahová még nem kell jönnöm. Majd visszafelé ezt útba ejtjük, és legalább már tudunk erre mozogni. Nem kell a kutyákat kerülgetni. Annyi előnnyel jár ez. Ide még nem jövünk. Jegyezzétek meg. Azt viszont szeretnék körbenézni a másik oldalt gyorsan. Kreszteket még nem gyűjtjük. Egyelőre még nem. Ez pedig visszavezet oda, ahonnan jöttünk. Ugye itt van bent egy botanika könyv, amit érdemes kiolvasni, hogyha esetleg még nem játszottatok a játékkal. De ezt én már korábban megtettem, elmagyaráztam a lényeget, úgyhogy akkor bizony megyünk a fő bejárat felé. Meg vagyok lőve, ami azt illeti. Rebecca felé kell venni az irányt, és ott kell ténykedni. Megtisztítani egy kicsit a terepet. Igen, srácok, ez így fog menni egyébként mindvégig, rész végig játszásában, hogy leföl rohangálok. Rebekához még nem akarok egyébként besétálni, amíg nem csináltam meg egy apróságot. És azt hiszem, hogy itt lesz egy kék ajtó, ami arra vezet, amelyre nekem kell menni konkrétan. Nem, hanem konkrétan már ott vagyok, ahol kell legyek. De ezt az úriembert... Jaj! Túl sokat vártam! Takarodj! Megvagy. Mennyi töltényem maradt? Egy. Na azt az egyet valahogy ügyesen kellene majd felhasználni, de mi a helyzet? Ó, tényleg, Kriszta aztán strapabíró vagy Jillhez képest. Ugye, mint mondtam, először ide, mert nincsen, mivel felvegyem a dolgokat. Nincsen konkrétan helyem. Itt a Beretta lőszert azt hiszem már felkaptam, ugye? Így is van. Akkor csak a shotgun lőszert kell kivenni az asztalból. Krisz, ne hülyéskedj, van nálad kulcs. Így. Egy sörétes lőszer, és ebből mindjárt be is kombinálok. Lesz ebből még. Másképp akartam igazából megoldani ezt, de... nem úgy jön össze az esemény. Itt most ledurrantottam az űrgét. Vagyis akkor... nem. Jó irányba jövök, csak ide kell bemenjek, és... hála az égnek lesz egy helyem, mert itt a kulcs az most kapásból elhasználódik véglegesen. Berettához pedig most fogunk szerezni némi plusz töltényt. Több lesz, mint shotgunhoz. Itt semmi. Aztán, ha ezt megvizsgáljuk, akkor emlékeztek, hogy mi történt Jill esetében.
Ennyi. Ha nálam lett volna a sörétes, akkor mikor Jill-el játszottam, akkor csak ennyi lett volna, hogy ledurrantam, aztán megyek a dolgomra. Könyveket amúgy nem fontos olvasgatni. Bár hogyha ti játszotok, akkor ha elsőre viszitek a játékot, akkor inkább javaslom, hogy olvassátok át, mert fontos információk vannak benne, de amúgy meg teljesen mindegy, tehát nem lényeges. Ha tudtok ezt-azt a játékról, akkor már felesleges olvasni. És visszafelé megyünk most. Mivel elhasználtuk a kulcsunkat. Mit akartam még itt? Ja igen. Valószínűleg egyébként azt akartam, hogy átnézek Rebekához. De... először ezt kézbe veszem. Ha nem, akkor megint futok egy nagy kört. És... el kell, hogy mondjam. Nem igazán kedvelem Chris kampányát, és... pont ezek miatt, a hülyeségek miatt, amik most történnek, korábban... nem igazán játszottam ki, és már elrontottam. Mennem kell a mentési zónához. A pluszköröket fogjuk csak róni. Ezért nem szeretem ezt a kampányt. Bár igazából, hogyha jobban tudnám menedzselni ezt az egészet. Ó! Remek! Tűnés! Mint mondtam, egyszer-kétszer biztos, hogy elrontom a lépést, és már is kósemben vagyok. Remek. Nem alakul jobban, mint a videón kívül. Oké, ezt a vackot kirakom. És vagy ide, vagy a másik oldalra, de vissza kell néznem pont ez miatt. Egyrészt, másrészt viszont... Green Herb, a... mixelt verziót még nem akarom elhasználni. Kell a plusz hely, és ez miatt én úgy vagyok, hogy mivel Berettát most nem használok, meg nagyjából semmilyen fegyvert, így a Berettát és a hozzátartozó lőszert szépen kipakolom. Mondhatjátok magatokba, hogy ezt még lehet, hogy meg fogom bánni, de egyébként, ha ügyes vagyok, akkor nem. Kell a hely. Errefelé jövet igazából jobban megy, mint visszafelé. Na most pedig... nagyon ügyesen... errefelé veszem az irányt. Aztán pedig... menjünk ő hozzá először, ezt oldjuk meg, ha egyáltalán már megtanult zongorázni, majdnem hegedülni. Aha, oké, jól van. You like it? That was great. What is that? Na most. Ezt egyelőre még ne vegyük fel. Hanem kezdjük el a hozzátartozó eszközöket összeszedni. Már most elkezdjük lassan begyűjtögetni az emblémáinkat, amik kellenek. És ha három megvan, akkor én ott egyelőre zárni fogom a videót. Mondanám, hogy fejtsétek ki a véleményeteket ezzel kapcsolatban, hogy ilyen haladás van. Ó, na mindegy, visszafelé úgyis még jövök, ott hagytam a kristályt, de semmi baj, úgyis erre felé jövök majd. Így szépen megyünk erre.
Van egy mini kulcs egyébként, amit most még nem igazán szedtem fel, meg lehet, hogy egyelőre nem is fogok. Hadd nézzem, hogy ez hová vezet. Nem akarom. Ide még semmiképp. Hanem erre felé. És igazából amit én akarok, az az, hogy találjam meg gyorsan a mentési zónát, ahonnan indultunk, ami itt van lent. Igen, egyébként, mivel most van helyünk, így beugrok ide is gyorsan, mutatok valamit. Ugye, mint mondtam, hello barátom. Vele nem nagyon kell törődni kapásból, hogyha ügyesek vagytok, de egyébként lehet, hogy jobban megérte volna most kinyírnom. Kapok tőle egy harapást nem sokára. Igen, igen, ott egy kapcsoló. Ezzel leengedjük újból azt a csodálatos akváriumot. Még ő is gondolkodott, hogy odébb tudjuk tolni, aztán legyen helyünk ezt eltolni a másik irányba. Na most itt újabb adag sörétes lőszer, ami mindenképpen nyert ügy. Itt pedig Inkribbon, vagyis Tintapaca. És mehetünk ki. Jó, igazából jól jött, hogy másfelé fordult a koma, mert így legalább le tudtam durrantani az agyát. Itt van bent hasznos holmi kettő is, de az egyikért valószínűleg inkább vissza fogok jönni. Nekem ami innen kell, az egy öngyújtó lesz. Tehát ezekért, hogy növények, majd szerintem videón kívül át fogom lesni a házat, hogy mégis merre mi van, amit elhagytam. Nekem egyelőre, ami innen lényeges, az ez. Mégpedig azért, mert itt a folyosó végén, hogyha kimegyünk, akkor van egy koma, akit egyrészt le kell durrancsak. Másrészt pedig egyéb dolgok. Hello! Mozdulj! Mozdulj! Na végre. Ez nagyon necces volt, mert nem sokat láttam abból, hogy hogy mocorog. Itt bent, Jill kampányában azt hiszem a legvégén már voltak nem keresett személyek, de... Chris azt mutatja, hogy nincs. Egy darab se. Hanem gyorsan beállok ennek a stove-nak, vagyis kandallónak az elejébe. Hey, hello! Hogy sikerült elfordulnod mégis, mikor meg sem nyomtam a moccanat gombot? Na ezt azért csináljuk, mint azt korábban az előző kis sorozatban észrevettétek, hogy megszerezzük a térképet. Igen, elviszem magammal, miért is ne? Aztán pedig megyek kipakolni. A lentebbi szintre. Már most kelleni fog a hely. Akár hiszitek, akár nem. Na, amit pedig most megcsinálok, az az, hogy a felesleget kirakom. Ez most nem kell egyelőre, lehet, hogy nem is fog már kelleni. Nem hagytam ebből még. Dehogy nem. Az már kapásból 5 darab. Nagyon durván bekeményítettek amúgy, mint észrevettétek a cuccokkal, de ettől függetlenül ezt még végig lehet játszani. Így. És most kell az, hogy igazából erre felé veszem az irány.
Lehet egyébként itt fogom majd zárni az egészet, és itt mentek. Hadd nézzem, csak jó irányba haladok én ezzel? Természetesen nem. Ki kell jutnom a főterületre, és el kell kezdenem begyűjteni azt, ami fontos, és jaj! Jaj, jaj, jaj! Rengeteg lesz a rohangálás. Krisznek a hatos eszköztára miatt. Igazából még nem találtam ki, hogy hogy menedzseljem. Ahhoz, hogy normálisan tudjam vinni. Oké, ami nekem kell, az ez mindenképp. Rebecca, Rebecca, nem sokára jövök. Őt már meg is indulok feléd. És erre felé ezúttal... Vagy nem, de az biztos. Tudjátok mit? Ha már ide lyukadtunk ki, akkor csináljuk meg ezt a puzzle-t, mert úgyis most a medálokat, vagy nem is tudom minek lehetne ezeket nevezni, kreszteket gyűjtöm be. Szokásos puzzle, ugye az élet körforgása. Azt mondja, ez a baba. Egy túloldalt csecsemőt kell. Ami pedig azt illeti, csecsemő után, ha jól emlékszem, itt van egy lively boy. Utána van egy fiatal ember. Fiatal ember után talán... Igen. Egy fáradt emberke. Fáradt emberke után, mielőtt még kimegyek a legvégére, van egy kopaszodó öregember. Itt is meg kell nyomni a kapcsolót, aztán... A legvége az életnek, vagyis a halál. Jó, ezzel megvan igazából az első fontos tárgyunk. Gondolkodom, hogy menjek el még gyorsan vissza a mentési zónába, és betöltött sörétesnél pakoljam ki azt a rengeteg lőszert. Mennyim van benne? 4 az nem elég, szóval betankolok. És mielőtt bármerre is mennék, gyorsan én szerintem ejtsünk meg annyit, hogy kirakom a holmit, felesleget. Szóval, mert ettől még lehet, hogy Szensi is frászt kap, hogy ennyit rohangálok. Bár nem hiszem, hogy másképp meg lehet ezt oldani. Akkor most mehetünk végre Rebekához. Nem állít már meg minket senki és semmi. Maximum a kutyák a lentebbi szinten, ahol még majd össze kell szedni a szekrények alatt lévő töltényeket, de az még ráér. Kíváncsi leszek egyébként, hogy a három kresznek a beszedése után mégis hol leszünk időben, ha összevágom a felvételt. Ugye most kellett vágnom is. Oké. Csak majd ne felejtsem el azt a plusz töltényt, ami kint van. Jaj, és pont a kutyák fele jöttem. Na nem baj. Ügyesen kerüljük ki. Ja, hú, de jól sikerült. Ez nem mindig jön így össze. Na de nem baj. Marha jól sikerült ez a kör most. Ugye néha el szoktam téveszteni az irányokat, de... Semmi gond. Ez most jól alakult nagyon. Eszméletlen módon jól alakult. Jó, és menjünk igazából Rebushoz. Viszadjára mondom el. Szervusz! Van nálam valami, amit használhatunk végre megoldásokra, Rebecca.
Remek. Most itt eszembe, később majd kelleni fog a öngyújtó, úgyhogy még jó, hogy ezt a videót boss előtt fogom abba hagyni, ugyanis vissza kell akkor menni a cucliér, hogy el van nézi ott azt a nyitott falat, de igazából már semmi nincs ott. Rebecca, hát kihoztam ezt az aranyvackot. Remek. És akkor most ide bepakolom ezt az aranyosat, ami egy kulcshoz juttat hozzá, ami végre segít kinyitni ezt-azt. Amit a következő videóban fogunk megnézni valószínűleg. Bár... hogy leszek helyjel? Hát igen, vissza kell majd jönnöm vagy videón kívül, vagy pedig a következő részben. Oké, itt most elkerülöm valahogy a kutyákat, mert nincs szükség arra, hogy segbe harapjanak. Remek. Nem. Ugye? De nem ám, erre még nem jövök. Egy helyre kell még benéznem itt ezen a részen. Ez itt. Hogy itt a korábbi videóban úgy oldottuk ezt meg, hogy ezeket a helyükre toltuk. Ezt szimplán csak ide beközépre, úgyhogy lefedje azt a likat. Ez is azt hiszem most pont jó pozíció. Rajta is van. Mehetünk megnyomni a gombot. Ha elrontjátok, akkor kezdődhet a legutolsó mentéstől a buli. Így is van. Jó, ez már a Suncrest. A szél, azt hiszem... az pont úgy van, hogy nem szedtem össze a kristályt, és... a Rebecca felé vissza kell mennünk érte. Áh! Jó van, gyerekek, tényleg az lesz, hogy megvan a három crest, akkor zárom ezt a videót, mert ez brutális. Valamennyire lehet érezni, hogy hogy kell menedzselni egyébként ezt a hat férő helyet, amit a játék Chrishez társít. De marha idegesítő tud egyben lenni, mert rengeteg mindent ki kell pakolni, ekkor ki kell pakolni, akkor. És ez miatt fog egyébként megnövekedni a videónak a hossza, mert A-ból B-be itt rohangálok. És megint. Annyira akarok igazából sietni ezzel, hogy teljesen kimegy a fejemből, hogy mit akarok. Ez mögött, az ajtó mögött, ahol elrohantam, mint az őrült. Nem, nem ezt bántjuk. Felesleges már hozzányúlni. Ezt a kristályt össze kell szednem, és most mehetek ténylegesen abba az irányba, ahol Rebecca van. Valószínű, hogy túllépjük az egy órát tényleg. És... hadd nézzem csak, aha. Jó helyen vagyok, igen. Ide kell ez a kristály. Remek. Gyorsan beteszem a helyére. És ezzel megszereztünk hármat a négyből. A negyedik az a kígyónál van, amit majd a következő részben oldunk meg. Meg még van egy kulcsunk, amit meg kell néznünk, ugye, hogy merre hasznosíthatjuk. De egyelőre menjünk, pakoljunk ki ezt a rengeteg cuccost. Oké.
és a szokásos eljárás következik. Gyorsan fal mentén. És ügyesen. Ez az. Így kellett volna az előző körben is. Akkor nem lett volna az, hogy megsebződünk. Aztán pedig most itt ennél a mentési pontnál gyorsan mindent, amire egyelőre nincsen szükségem, kipakolunk. Így. Magunkhoz veszünk egy mentési tekercset. Az ötből egyet gyorsan elhasználunk, és innen fogjuk én szerintem majd folytatni. Tehát... legyen az, hogy ez lesz a fő mentési cucc, a továbbjutási mentési cucc meg az alatta levő. Valószínűleg egyébként sokkal kevesebbet fogok menteni, mint Jill esetében. De legyen akkor ez így. Srácok, köszi a figyelmet így az első videóhoz. Remélem a sok rohangászás ellenére azért tetszett. Ha igen, tudjátok a dolgotok. Nem sokára találkozunk a következő epizódjában a Rezinek. Sziasztok!